Na, szép jó reggelt! Kátia! Éjfél múlt 7 perccel. Április 25-e van. Csütörtök, ha minden igaz. És akkor még egy csekör ezúttal a borba. Első körben irány Rajka. Aztán megállok gyorsban. Valószínűleg, mert tegnap elkövettem azt a hibát, hogy benne az irodában beszélgettünk arról, hogy most csebe megyek megint. Aztán rajta kaptak, hogy jó az, nagyon jó, mert
ki tudnám őket segíteni egy kicsit, ha így mondom, baj van. Most öt autónak a szlovák boxát odaadták, hogy azokat is le kéne adni, ilyen szlovák díjfizetőket. Úgyhogy most mindenképpen megpróbálok majd kifele is leadni párat. Ugye enyém együtt 6 darab. És most megvan a forgalmiuk is. Szépen majd remélem most már jó, gördülékenyebben fog menni a dolog. Kifele most leadok 3 darabot, aztán majd visszafele a másik 3-at. Ha minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Na jó, irány Rajka. No kérem. 1:30. Mindjárt itt vagyok Rajkánál, és akkor hát megpróbálok kiállni. És ha lesz, ki tudok állni, lesz, találok helyet, akkor megpróbálok 3 csipogót leadni a 6-ból. És akkor ki is veszem a 4 órás szünetemet. Legalább annyiban is előrébb legyek. Hol meg tudok állni persze. Ide pont nem kell parkolni.
lesz, félre lesz. Remeltek, ez így jó lesz. Egyem a kis szívüket. Itt vissza nem vesznek. Csipogót. Csak a túloldalon. Most így... Mi van most? 1... 40... 5... tovább, mert 5 perc alatt végeztem, szóval ez nem volt egy vészes vezető. Teperek tovább, mint az ezüstnyíl. Na jó, hát akkor jön kuti. Aztán majd hazafele jöhet. Adok le. Gépet. Nos, 2:30 múlt. Érkezem a kutihoz, a csatára. Szépen lassan.
szerintem már Csehország. Megyek szépen tovább Brno fele. Aztán ugye Prága. Hát ma meglátom, hogy hol állok meg szünetelni. Most a parkoló, az áruházi parkoló, az lehet, hogy már jó távolságra. Az pont, lehet, hogy még pár pont jó lesz. Na, majd meglátom. Na. Haladok szépen tovább, ugye majd jön a út, terelés, ilyesmi. Nem szólt semmi lenne úgyse. Úgyhogy hajrá tovább előre. Nos. 3:45 múlt. Nem sokáig jöttök Brnónál. Lerakó 4,5 órán belül van, úgyhogy minden szuper. Hirtelen szerintem a Lada Samara jött szembe, de nem, valami más volt. Csak formára hirtelen nyilván arra asszociáltam. Nem mondom, nem lehetetlen, hogy csebben van a Lada. Még a Samara az egy kicsit specifikus lett volna. Fog és fagy.
Na jó, hát akkor egy 40 perc szünet, aztán folyt köv, mert most nem érek rá egy órát pihizni. Annyira nem vagy, nincs sok időm. Na kérem. Kiárat következik. Meg volt a szünet. Indulás tovább.
autóra majdnem kerekem. Még 15 km van a lerakóig, csak az a csavar, hogy a lehajtó, ami közvetlen az iparterület mellett van, az le van zárva. Úgyhogy most előbb lejövök róla, már pályáról. És itt egy ilyen kis főúton fogok elmenni egy darabig. Sejtésem, hogy ő is oda tartóba én.
fél kilences lerakás, 4-9-re ott is vagyok. Thank you.
de más merre nem is nagyon tudok. Szóval. Ujj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 
Most azért. Az épület az. Azt a fejre álltam. Na mindegy. Elvileg megjöttem. Na kérem, meg vagyunk a lerakásra és felrakásra is, úgyhogy nagyon menők vagyunk. Abroncsokat lepakolták, kaptam helyette 13 tonna ilyen abroncstároló kalodát, fémkalodát. Annyi volt a szépséghibája az egésznek, hogy igen, gyanúsak voltak a dolgok, mert azt néztem, hogy a papírok szerint volt rajtam 414 darab abroncs, személyautó abroncs. És az 4-es, kb. 4,5 tonna körül volt. Most ezzel szemben én elindultam az autóval, és a kocsi azt mondta, hogy 10 tonna van rajta áru. Hát mondom, az azért 10 tonna, meg a 4 tonna, meg a 4,5, az kicsit durva különbség. Átúrtam a pótnak a papírjait, nem találtam semmit. Felhívtam a portát, hogy esetleg nem maradt ott valami. Ott is azt mondták, hogy nem volt ott semmi. Na, szuper. De értem, akkor felhívtam, amikor már ugye 8:30 körül értem ide, 4:30 körül, akkor már felhívtam a irodát, hogy hát, ha tudnak valamit alkotni, tudtak is. Utána mentek a papíroknak, és kiderült, hogy ezt a pótot nem, hát másodszorra rakták meg azért nálunk környén az ottani Bristolnál, viszont előtte Duna, lehet rosszat mondok, most a Duna harasztira gondolok hirtelen, de valószínűleg rosszat mondok. Duna valahol. Duna a másik oldalon. Ez a környei. Duna haraszti, akkor jól mondtam. Ott rakották meg elsőnek. És onnan valószínűleg nem lettek elhozva a papírok. Valami oknál fogva.
de a lényeg, hogy utánam küldték e-mailben. Forduljon balra, majd forduljon jobbra. Forduljon balra, majd forduljon jobbra. Hát ez jó. Aj, bakker. Még a körforgalmat is lezárták. Ebbe hajtanítós lenne, az még jobb. Akkor mindjárt megoldjuk. Körbe tudok menni? Nem. Térjen el balra, majd forduljon balra. Szezni. 100 méter múlva forduljon jobbra. Forduljon jobbra. Tetszik behajtani, és mert onnan jöttem, tehát... Egy jobb index, az kellett volna elméletben. 100 méter múlva forduljon jobbra. Ja. Forduljon jobbra. Egyébként egész lendületes volt most a dolog, mert 2-3 óra szerintem leszett, körülbelül leszették a ezéket, a beszélek hülyeséget, ja, 4 óra alatt végeztem, körülbelül 4,5 óra alatt. Az egész jó. És ez lerakás, meg felrakás is. Abroncs leszedés, abroncsot szedtek le, tehát az hosszabb eleve. És utána szinte egyből rakottak is fölfele.
annyi ott másik rampára át kellett állnom. Akkor bundeszezünk még egyet. Bejöltem másfél órányira egy parkolót. Van 2 órám. Szerintem akár a számjuk az bele fog férni. Este meg trükkhöz fogok folyamodni, szerintem, és kutinál megpróbálok leadni 3 csipogót. Aztán én tovább megyek, és akkor rajkálna meg a másik 3-at. Ahogy, ha nem tudok megállni, ami még sanszos, akkor meg majd legközelebb, ha megyek, vagy jövök. Szépen égettek valamit. Végzek a betettem spanyfeleket. Elraktam. Más nincs. Jó. Előző fuvarban előtt se lerakóz is voltak ilyen keskeny szakaszok, mert talán keskenyebbek is. Hát most amikor az ember ilyen hulla fáradt és még vaksérít éjszaka is van, akkor azért most nézzétek meg, hogy itt is a jobbján a vonalon megyek, jó, egy kis túlzással, ott meg szó szerint a vonalon megyek. Most ilyen jön vak szemből, lendületből, ajj, ez így. Akkor ez van. Az ő is lelassított, hát volt benne némi logika, észszerűség. Így jó, az egyenesen rendben van. Ott. Nincs baj. Bátor volt, a vonalon ment. Az bizony egy traktor.
még segített, azért ő is lehúzott a szélére. Első rendszám nélkül. Ez bátor. Vagy most hagyta el, amit mondjuk valahol kétlek. Aztán gyorsabbak voltak a fiúk egyébként, mert aztán amikor utoljára volt, hát egyszer voltam még itt talán, akkor veszettő sokáig tartott, tehát így akkor... Sőt, ugyanis akkor ki is kellett araszolnom ráadásul a egész placról, ki kellett lépkednem, még a régebbi autóval. Pozorvlak. Szemezők. 500 méter múlva forduljon jobbra, majd hajtson fel az autópályára. Forduljon jobbra, majd hajtson fel az autópályára. A pihenőig, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább, hát remélem, hogy lesz hely, mondjuk 2:30, elméletek kéne, hogy valami legyen, na meglátom. No kérem, nem sokára érkezem a pihenőhöz, délután 2 múlt, lassan 4:30. Ha meg tudok állni, akkor előlegen reggel 6-7 óra fele én beérek a telepre. Plusz ugye
a csipókkal való szenvedés a határon. Hát ez nem biztató. Nem jó, még a kúton állok, alaj bakker. Ez is parkoló? Elvileg? Itt. Nem tudom. Mindjárt megnézem, ez parkoló egy. Hát nem. Akkor és ott most elfértem volna, de hogy estére, meg úgy hosszú távon nem, az nagyon nem volt jó helyen. Nagyon nem volt olyan jó helyen. Majd 2 kilométerre pihenő, aztán 25-re. Hát az még nem pihenő, baj, de...
Hát ez sem néz ki jól. 200 méter múlva haladjon egyenesen előre, majd hajtson fel az autópályára. Jézus. Forduljon jobbra, majd az út végén forduljon balra. Hogy van ez? Mi van?
Lássuk. Szeretlek, hogy oda letett a pótodat. Menjünk a piacon felé, és akkor megnézzük, hogy a másik oldal milyen. 4-2 az nekem jó. Ez két irányom. Buszos? Jó. Franc. Mert bevégeztem, aztán meglátom. Na jó, van egy öre ennyi. Na, szép jó estét. Még mindig április 25. Csütörtök. 3-4-12.
indulás elfele. Annyi történt egyébként, hogy nem sokkal azután, hogy kiálltam a busz parkoló részbe. Felszabadult egy hely szembe a kamionoknál, úgyhogy gyorsan átálltam.
aztán majd onnan folytam tovább le Kutihoz. És akkor megpróbálok leadni legalább 3 csipogót, remélem összejön. Na jó. Egyelőre ennyi. Nos, most már 26-a van, és péntek. 14:30 lesz. Ugye, itt vagyok Brunónál. Ezt, hogy bekunkadtok ide a OMV kútra, azt hiszem OMV. Mindegy, a kútra, hogy hát esetleg ott meg tudok állni. Ha nem, akkor meg irány az áruház. Van még 2 óra vezetésem, szóval a Kutiig el tudnék jutni a határa, a szlovák határa, de ott még nem tudom mennyire, ilyenkor még elég nehéz lesz lenne helyet találni egy hosszú távra. Most egy órát szeretnék aludni, aztán még a csipogókat is, a csipogókból legalább a 3-at leadni. Aztán meglátom a Rajkánál mennyire lesz hely. Egy másik 3-at leadhassam. Boxa egy csokorba, azért az kicsit túlzásnak érzem. Azt látod, csak én vagyok így vele, hogy túlzás lenne. És egyébként jövő héten is, hogyha jövök visszafele. A baloldali sávban haladjon, majd a baloldali sávban haladjon. Vagy a csenek vagy meg szlováknak jövök hazafele, akkor egyértelműen meg tudom oldani bármelyik fuvarból. Másrészt meg tudom azt csinálni, hogyha osztrákon keresztül jövök, hogy azért kicénél még. A baloldali sávban haladjon, majd hát a baloldali sávban haladjon. Sunnyogok a szlovák részre, és úgy Rajkánál leadom. Fiha. Hát igen, ez most nem jött be. Múltkor szerencsém volt. Meg az vasárnap este volt. 80 méter múlva haladjon át a körforgalmon, 3. kijárat. Majd hajtson fel az autópályára. Én megpróbáltam. Haladjon át a körforgalmon, 3. kijárat. Majd hajtson fel az autópályára. Thank you.
a szünet, az még szünetet tartani itt ebbe, ezekbe az öbben, azt mondom, rendben van, de... Itt aludni? Ja, tehát nincs más, nincs más. Nem tudom, a rendőr mennyire díjazza, mert... Nekem is volt már a... Mondjuk az a kontrollplacnak a kijárata volt, az, de azt mondjuk... Belátom. De bőven volt mellettem hely. És reggel 7 körül talán keltem föl. És egy húzom el a függönyt, már ezért akkor láttam őt át a rendőrfurgon előttem, és éppen sétált oda hozzám a rendőrke, hogy gondolom, hogy mikor távozok, vagy hogy egyetlen távozni kéne. Úgyhogy igazából még jókor keltem föl. Mutatta neki 5 perc, volintott, aztán mentek is el. De azért megjegyzem, mentek egy kört, tehát... Tehát 5 perc múlva, vagy mikor... 5-10 perc múlva azért már láttam a tükörbe, hogy jön visszafele. Lehajtóknál is szokott lenni, hogy leges, hogy mások mesélték, mint lehajtó, én nem nagyon pihentem. Sőt, igazán ezt nem is pihentem is soha lehajtón. Itt a dugó miatt tartottam szünetet maximum, de az annyi. De volt olyan kollega is, hogy szerencsétlen ott állt, amikor éjszaka közepén már csak helyet, aztán reggel neki is 7-8 kő már kopogtak az ajtaján mindenkinek ott a felhajtón, lehajtón, hogy gó van. Az, hogy lejárta a pihenője, nem járt le, az nem izgatta őket. Egy óra durmi, aztán gó tovább. Áó, nyakam. Na. Meg a szünet.
tehát akkor... Kutinál megkísérlek csipogókat leadni. Utána meg irány Magyarország és a telep. Majra. Na kérem, érkezem Rajkához. Kuti az kimaradt véletlenül. És mint kérdezek, nem szlovák, hanem cseh boxok. Szóval itt nem is tudtam volna leadni őket. És hát most megpróbáltam, csak ilyen csaj szólt, hogy ez cseh box. Nem, ez jó. Ugye az a baj, hogy a kollégén a rendszámoknak a matricát rátette, és pont mindegyiknél a cseh felirat, CZ feliratra tette rá. A mitó CZ feliratra. Ezen kívül semmi más indikátorra nincs egyébként, hogy csehek a készülékek. Aztán ugye a forgalmikat is megkaptam hozzá, most a cseh készülék leadásánál a cseh oldalon, hogy semmit nem kérnek, csak beviszem a gépet és kész. Itt a szlováknál kérték a forgalmit állandóan, úgyhogy ezért is feltételeztem, hogy ezek szlovák gépek. Na mindegy, majd legközelebb akkor, ha csefele megyek, akkor cseben leadom. Előfordul néha. Múltkor, amikor itt a Rajkánál próbálkoztam, akkor ugye utána írtam egy SMS-t a bentre, hogy a egyik szlovák boxot sem tudtam leadni, mert hogy itt nem lehetett leadni a Rajka kifele oldalán. Csak annyit kaptam vissza veletnek, semmi gond, meg hogy köszönöm. Na mindegy. Én vagyok a hülye, megnézhetem volna a gépeket. Haladjon egyenesen előre, majd hajtson fel az autópályára. Na mindegy, előfordul az ilyen. Hát mentek egy pár kört a boxok most velem. És fognak még. De mégis még azt meg tudom esetleg csinálni, hogy nem osztrák fele megyek, ha esetleg arra kell mennem, hanem itt csenek. És akkor ugyan Whitehouse-nál vissza tudok menni német fele. Elvileg cseh úgyis olcsó, mint a osztrák tranzit.
Mindezt már meglátunk később. Na jó. Hallok szépen hazafele, befele, telefele, előre. Na kérem. Mindjárt 7 óra. Most kérek befele. Nem lesz meg sok nagy esemény. Beérek, tankolok, lerakom a pótot, lepapírozok, kipakolok, aztán hétfő estig Hawaii Dizsi.
mobil húspolt. A hűtőt szellőzteti vajon, hogy mi lehet tudom, a hűtőagregátorra tippelek. Ritka esemény. Zebrán a pirosra váltott a lámpa. Zöld az még. Az első busz az Budapest déli pályaudvarra ment, Tatabányán keresztül, jól láttam. Az azért egy szép távolság. Vagy vonatpótló. Még akkor csak a Tatabányai, még akkor csak a Tatabányát írja ki, azért ilyen kis busszal egészen délig. Az azért húzós. Itthon. Hurrá! Jó van. Tankolás, pakolás, mi egymás.